A mai alkalommal nem csak a kápolna felújítását ünnepeljük, hanem felavatjuk és használatba vesszük a kastélynak a pincéjét is. Ezzel a fejlesztéssel a kastély életének egy újabb fejezetéhez érkeztünk. A felújítás után a kastély, mint közösségi szintér és látogatóközpont kezdte meg a működését. Az elmúlt 2 évben színvonalas programokkal, kiállítások szervezésével színesítettük a település kulturális életét, valamint egyre nő a kastély ismertsége is, egyre több látogatót vonz az ország minden részéről. Az elmúlt évben megtörtént a pince padlójának burkolása, kialakították az elektromos hálózatot, új ablakok kerültek behelyezésre, valamint színpad is épült. További terveink között szerepel a klíma beszerelése, a pince bebútorozása, pult kialakítása, a lépcsőhöz korlát építése, és így a pince, a polgármester úr is említette már, és önök is láthatják, hogy nagyon sok új lehetőséget rejt magában. Kiállításaink szervezése során törekszünk arra, hogy bemutassuk a helyi értékeket, tehetségeket. A mai kiállítással Kovács Géza bácsira emlékezünk. Géza bácsi 1948. május 9-én született Csetényben, és egész életét itt töltötte. Feleségével 2 gyermeket neveltek fel. Traktorosként dolgozott, a fafaragás a nyugdíjba vonulás után lett a szenvedélye. Műhelyében most is ott sorakoznak a szerszámok, otthonukban pedig mindenhonnan az ő kezemunkája köszön vissza. Közösségünk életének is aktív tagja volt. Kis kocsijával sok-sok falunapon fuvarozta a családokat a kastély és a tájház között. Része volt az óvodai életnek, a bálok alkalmával rendszeresen ajánlott fel faragott fali képeket, készített fali táblákat, kis fakardokat a gyerekeknek. 1 éve még itt, a kastélyparkban végzett velünk együtt közösen társadalmi munkát. A szüreti felvonulásokról sem hiányozhatott. Kis póni lovas fogatával, amit maga faragott, díszítgetett, belevéste magát mindannyiunk szívébe. Mindezt önzetlenül, jókedvel és szeretettel tette. Mi is így emlékezünk Géza bácsira. A családtagoktól tudom, hogy Magdi néni ma ünnepli a 70. születésnapját. Ezzel a csokorral szeretnék neki jó egészséget, és még sok-sok örömteli pillanatot kívánni gyermekei és unokái körében. Megkérem! Köszönjük a családnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy Géza bácsi alkotásai, a csetényiek és a kastély látogatói számára is megtekinthetők legyenek. És köszönjük a Bujka Kulturális Egyesületnek, hogy ilyen lelkesedéssel állították össze ennek a kiállításnak az anyagát, és tártok így önök elé Géza bácsinak a hagyatékát. Beszélgessenek, nézelődjenek, és utána pedig mindenkit várunk az Esztán Bent zenekar koncertjére. Itt megragadnám a pillanatot ahhoz is, hogy zökkenőmentesen folytatódjon a program, hogy a zenekart bemutassam. A zenekar egy néptáncos baráti társaságból alakult 2017-ben. Fő zenei vonaluk az autentikus cigánzenék feldolgozása, de nem áll tőlük a magyar zenevilága sem. Egyikük sem képzett zenész, egyszerűen csak szeretnek játszani. A nagyobb ismertséget a Veszprémi utcazene fesztiválon való fellépés hozta el a számukra, azóta pedig már többször körbejárták a megyét. 2019-ben Krakkóban képviselték Veszprémet. Szeretik az olyan rendezvényeket, ahol nem csak játszanak a közönségnek, hanem velük együtt szórakoznak. Hát legyen ez a mai alkalom is, koncert, egy olyan alkalom, egy olyan lehetőség, amikor néző és előadó együtt örül, örvendezik és együtt szórakozik.
A zenekar előadását pedig Dékmár Gergő vezetésével egy táncház fogja követni. Szeretettel várunk mindenkit a táncházba. Thank you.
Mihez is kérdezik,